Folytatjuk Terézvárosi magazinunkat, azon belül is az önkormányzati perceket. Martikán Beatrix a vendégem, a Terézvárosi két tannyelvű iskola igazgatónője, iskola vezetője. Tisztelettel köszöntöm, igazgatóasszony. A jövő héten nyílt napok lesznek az iskolában, és azt gondolom, hogy ez már egy picit az előjátéka annak, hogy készülünk az áprilisi beiratkozásokra. Most egyébként mondom a kedves nézőknek, hogy sorra vegyünk a Terézvárosi általános iskolákon, hogy a szülők el tudjanak gondolkodni, hát ha nem éppen a körzetes iskolába szeretnék vinni a gyereket, hanem valamelyik olyan iskolába, ami valami speciális. Nos, a Terézvárosi két tannyelvűnél már ott van a nevében is, hogy igen, ez egy speciális iskola. Két éve vette át az iskola vezetését. Mert mitől speciális ez az iskola, és azóta, mióta ön van ott, mitől még speciálisabb? Hát attól speciális alapvetően, hogy két tannyelvű az iskola, ami jelen esetben azt jelenti, hogy angol, illetve német két tannyelvű osztályt indítunk, minden évfolyamon egy ilyet, egy olyat, úgyhogy most is így készülünk, hogy lesz egy angolos és egy németes két tannyelvű osztályunk. Ez már első osztálytól kezdve így indul? Igen, első osztálytól kezdve. A két tannyelvűség ugyanis csak így működhet, hogy első osztálytól végig 8 év folyamon át megtartjuk azokat a szabályokat, amiket a rendelet előír számunkra. Ez egész konkrétan azt jelenti, hogy az adott nyelvet heti 5 órában tanulják a diákok, lektortanár is segíti a tanulásukat, illetve van 3 olyan tantárgy, amelyet az idegen nyelven sajátítanak el a gyerekek. Hogyan kell elképzelni, bekerül egy általános iskolába egy 6 éves gyermek? Tulajdonképpen már maga az iskolába való beilleszkedés is egy nehéz folyamat. Emellé ugye a legtöbbjük már azért óvodába is ismerkedik egy-egy nyelvvel, legtöbben az angola, lehet, hogy valami miatt mégis azt mondják a szülők, hogy én a németet szeretném választani. Az a heti 5 óra mire elég, mennyire sok, mennyire kevés, és mikortól jöhetnek be azok a plusz dolgok, hogy ugye más tantárgyakat is nyelveken tanulnak. Az 5 óra sok is lehet, meg kevés is természetesen. Én azt remélem, hogy éppen elegendő, úgy érzik a gyerekek is és a szülők is, tehát minden napra jut egy nyelvi óra, ami azért az első két évfolyamon játékos nyelvtanulást jelent, tehát daltanulást, verstanulást, alapszókincs megtanulását teljesen játékos formában, tehát azért ne úgy képzeljük el, hogy itt egy ilyen nyelviskola-szerű klasszikus nyelvoktatás zajlik az első két évben, inkább kedv csináló egy bevezetés az idegen nyelv világába. A szaktantárgyak tanítása egyébként ugyanúgy első osztálytól kezdődik, de azért alsó tagozaton olyan tantárgyakat igyekeztünk választani, amiről azt gondoltuk, hogy azzal a csekély szókincsel, amivel akkor még a gyerekek rendelkeznek, azért elsajátítható és élvezhető, úgyhogy ezek leginkább készségtárgyak, és ott azért egy olyan alapszókincset tudunk a gyerekeknek megtanítani, ami a mindennapi életben is használható, illetve az egész oktatási folyamatban, mert egy rajzóra, egy énekóra rendkívül sok mindenre ad lehetőséget, tehát hétköznapi szituációkra is. Tehát akkor ebben az esetben mondjuk egy rajzóránál, hogyha azt mondja a tanárnő vagy tanítónő, hogy vedd elő a festékeidet, akkor azt elmondja magyarul is, és elmondja angolul is, vagy csak angolul? Hát leginkább csak angolul és németül, én azt gondolom, mert hiszen így tanulják meg igazán a gyerekek. Hát gondolom, hogy mondja és mutatja. El tudom képzelni persze, hogy szélsőséges esetben, ha nagyon nem értik a gyerekek, hogy miről van szó, akkor azért megszólal magyarul is a pedagógus, de törekszünk arra, hogy az idegen nyelvet tartsuk. Ebben az esetben viszont válogatott pedagógus társaságnak kell lenni, akik maguk is beszélik a nyelvet, legalább olyan szinten, hogy ezeket a készségtárgyakat tanítani tudják. Hát ez csak így lehetséges, igen, válogatott diplomás nyelvtanáraink vannak, illetve tanítóink vannak. Alsó tagozaton a tanítók tanítják a szaktárgyakat, mert csak ők taníthatják, de mindannyian egyben nyelvtanárok is, tehát természetesen mindenféle képességgel bírnak, ami ennek a tanításához szükséges. Azért ez nem annyira egyértelmű, tehát azért is kérdeztem rá, mert tanítani önmagában sem egy egyszerű dolog, nagyon nagy elhivatottság kell, és a pedagógusoknak nem biztos, hogy mindegyike alkalmas arra, hogy egy szaktantárgyat, vagy egy speciális tantárgyat idegen nyelven tanítson. Hogyan válogatják ki ennek megfelelő a tanárokat? Hát ez sokféleképpen történhet. Szerencsés esetben is azért nálunk erre van példa, mert hogy fogadunk egyetemistákat is, akik még leendő pedagógusok, ilyenkor van módunk megismerni a leendő tanártársainkat, tehát volt már arra példa, hogy a nálunk gyakorló pedagógust később megkértük arra, hogy maradjon nálunk, és itt folytassa a munkáját.
De előfordul olyan is, hogy valamilyen ismerettség által, tehát a jó hírét már előre elküldte a pedagógus, és így sikerül valakit megtalálnunk. Egyéb esetben pedig hát azért nem mindig olyan egyszerű, de nyilván beszélgetések által, olykor bemutató órák, tehát próbaórák tartása után választjuk ki a pedagógus. Igen. Nem mindig van erre mód, tehát azért nyilván ez csak akkor lehetséges, ha időnk is van erre. De viszont elengedhetetlen egy-két tannyelvi iskolánál. Harmadik osztálytól hogyan állnak be? Azért, gondolom, azért kérdezem ilyen részletesen, hiszen a szülők ugye ezáltal ismerik meg ezt a fajta oktatási módszert. Harmadik osztálytól hogyan állnak be a tantárgyak, mennyivel lesz több a tanítás a speciális nyelveken? Tulajdonképpen nem lesz több. Megváltozik egy kicsit maga a nyelvtanítás módszertana. A harmadik osztálytól kezdjük felépíteni már igazán úgy a nyelvi oktatást, vagy magát a nyelvi rendszert megismertetni a gyerekekkel, ahogy azt mi felnőttek is ismerjük, természetesen most is játékos formában, de már túllépünk azon az első-második osztályos kereten, amikor még úgy öntudatlanul sajátították el a gyerekek az idegen nyelvet. Tehát nem csak rájuk ragad. Igen, tehát nem csak rájuk ragad, hanem most már az apróbb és egyszerűbb szabályszerűségeken keresztül tanulják a nyelvet. Ebben az esetben már tehát akkor bejön az angol és a német nyelvtan is. Igen. A rendes, a szótanulás, a szótárazás. Igen, igen. Mennyire divatos a szótárazás manapság? Hát ezt is pedagógusa válogatja, hogy ezt ki hogyan valósítja meg. Van olyan pedagógusunk, aki rendszeresen használja a szótárfüzetet, van, akinek elegendő, hogyha a tankönyvből kijelöli a megfelelő szókincset, meg persze könyve is válogatja, hogy milyen segítséget biztosít a pedagógusnak, de azért használjuk a szótárfüzetet. Hány új szót tanulnak meg a gyerekek általában évfolyamonként? Hát ezt most azért fejből biztos nem fogom tudni önnek megmondani, de több százat. Több százat? Igen, igen. Napjában, vagy hetent? Hetente. Ja, évente. Évente több most százat. Most napja, bocsánat, most itt. Igen, igen, hát azért mondjuk egy 2000 szó már ahhoz, hogy konyhanyelven elbeszéljen persze, valaki, persze, akkor az elegendő kellene, hogy legyen most itt hirtelen meg. Nem, én napjában gondoltam, hogy hány új szóval kell nagyjából megismerkedni. 10-15-20 szó? Hogy hogyan? Hát nem vagy tudom, hogy ezt napi szintre így le lehet mondani. Szerintem nagyon sok új szó egyszerűen tényleg rájuk ragad, tehát nem is ennyire számlálható, mint ahogy azt mi most így gondoljuk, de nyilván magukon a nyelvi órákon is elsajátítanak több 10 szót egy hét során, illetve a szaktantárgyak esetében is. Mert mondjuk a rajz és az ének mellett, ahol egyébként szintén nyilván tanulnak szókincset, hiszen a dalok szókincsét, szóanyagát is megtanulják, ezen kívül azért alsóban például környezetismeretet tanulnak angol, illetve német nyelven, azért az elég komoly tantárgy. Azért az nagyon komoly. Tehát ott már tényleg szakszókincset tanulnak. Hát igen, mert ott gyakorlatilag a környezetismeret azt gondolják, hogy egy könnyű tantárgy, de szerintem egy nagyon nehéz tantárgy, és a biológiának, földrajznak, illetve a történelemnek az alapjai is ott vannak igen, benne. Igen, igen. Tehát nyilván ez is inkább a harmadik, negyedik évfolyamra jellemző, tehát első-másodikban azért a gyerekekhez életközelibb témák kerülnek elő. Áttérünk a felső tagozatra, hiszen ott is azt hiszem, hogy bonthatunk, hogy 5., 6., 7., 8. osztályban másak az elvárások, másak a szokások. Hogyan alakul a nyelvi tanítás? Hát fokozódik a helyzet, mert hogy megváltoznak a tanított tantárgyak. A nyelvtanítás, tehát a nyelvi óráknak a rendszere továbbra is ugyanaz marad, mint alsó tagozatban van, tehát heti 5 nyelvi óra, abból egy a lektortanárral. A tantárgyak viszont egészen mások lesznek, mert hogy a készségtárgyakat kiváltják más tantárgyak. Egyrészt 5.-től célnyelvi civilizációt tanítunk, mind az angol, mind a német osztályokban, tehát megismerkednek a célnyelvi országok kultúrájával. A másik két tantárgy pedig egyrészt a történelem, mind a két nyelv esetében, illetve hát itt most azt kell mondjam, hogy talán még egyelőre különbség van az angol és a német között. Németből informatikát tanítunk, angolból természetismeretet. Ez egy kicsit annak is a függvénye, hogy milyen tanári felkészültségű, igen, milyen szakirányú pedagógusaink vannak. Azért ez nagyon kemény egy általános iskolás gyermek számára. Mennyire állják meg a helyüket? Mennyire kell megfontoltnak lenni a szülőknek, amikor a két tannyelvűt választják? Bár ugye most itt speciálisan a terézvárosi két tannyelvűről beszélgetünk, de ugye az országban mindenhol néznek minket, tehát ez nagyon érdekes lehet minden szülő számára, hiszen ez egy standard oktatási típus a két tannyelvű oktatás. Mennyire kell a szülőnek ismerni a saját gyerekét? Hogyan lehet eldönteni, hogy alkalmas a gyerekem vagy nem? Ki szólhat vele?
mikor kell eltalácsolni egy gyereket, hogy nem fogja bírni, mert csak kudarcokkal lesz teli az élete? Nagyon nehéz a dolgunk, hiszen mi nem ismerjük a gyerekeket, akiket hoznak a szülők a bemutatkozásra, illetve a beiratkozásra. Úgyhogy csak azt látjuk, meg csak azt tudjuk, amit a szülő mond, illetve amilyen papírt esetleg magával hoz, hiszen az óvodából sokszor hoznak már olyan papírt, ami azért számunkra is jelzés, hogy nem biztos, hogy ennek a kis gyereknek a legmegfelelőbb lesz a mi iskolánkban tanulni, hiszen azért itt magasabbak az elvárások, nagyobb a leterheltség. De amikor azzal szembesülünk, hogy már a papírok szerint is esetleg itt kérdések merülhetnek fel, illetve maga szülő jelzi a dilemmáját, akkor igyekszünk elbeszélgetni a szülővel, és ha nem is meggyőzni őt arról, hogy talán jobb lenne egy másik iskola, de mindenképpen kérjük, hogy gondolkodjon el, hiszen egyáltalán nem jó, hogyha valamelyik kisgyerek kudarcosan éli át az első évét, vagy az általános iskolai éveit. Gyakran fordul elő, hogy rájönnek közben, hogy tényleg nem fogja bírni a gyermek, és azt mondják, hogy át kéne menni egy másik iskolába? Igen, előfordul ilyen. Mennyire veszik ezt zokon a szülők? Mennyire küzdenek, hogy maradhasson? Vagy partnerek abba? Mert ugye természetes, hogy azt gondolja, hogy hát a tanár hülye, meg nem tudja, meg nem vagy kisfiam, te akkor is, és akkor a gyerek csak egy görcsel megy, pedig hát a szülő megsegíthetni azzal. Tehát nem biztos, hogy a pedagógusban ellenséget kell látni, én csak ezt akarom kifejteni. Teljesen egyetértek önnel, tehát én is így gondolom. Néhány szülőt nehéz rávezetni, azt hiszem, arra az útra, amiről mi azt gondoljuk, hogy a gyereknek a legjobb lenne, de idővel azt hiszem, hogy a legtöbben ezt belátják, és maguk is érzik, hogy ennek a kisgyereknek nem öröm ebbe az iskolába járni, már pedig mindenki azt szeretné, hogy a saját gyerekének a legjobb legyen, és mi is azt szeretnénk természetesen, hogyha a gyerekek jól éreznék magukat a mi iskolánkban. Hogyha 8-ig végigvisszük a teljes tananyagot a Terézvárosi két tannyelvűben, milyen szintre tudnak eljutni 8. év végére? Tehát mi az a ugye itt mindenki a nyelvvizsgáról beszél. A nyelvvizsga nagyon fontos és nagyon-nagyon szükséges, pláne a boldoguláshoz, de a használható nyelvtudás szerintem sokkal fontosabb. Hát igen, akkor két oldalról lehet megközelíteni a dolgot. Tehát egyrésztről valóban arra törekszünk, hogy használható nyelvtudást adjunk a gyerekeknek. Remélem, hogy ők is így érzik, hogy ez sikerül. Mi úgy látjuk, hogy igen. Tehát annyi módon próbáljuk kiegészíteni egyébként magát az iskolai oktatást is, annyi lehetőséget teremtünk a természetes kommunikációra, hogy azt reméljük, hogy ezáltal tényleg a gyerekeink képesek partneri kapcsolatot teremteni a német vagy angol ajkú társaikkal, és ezt látjuk is, hogy igen, ez meg szokott valósulni. Másik oldalról pedig van egy elvárás, egész konkrétan a rendelet által előírt feladatunk is van, hiszen 8. év végére B1-es szintű nyelvtudást kell elérniük a gyerekeknek, illetve a gyerekek 60%-ának legalább. Az elmúlt két az évben... Az nagyon komoly. Igen, az egy nagyon komoly tudás. Az elmúlt két évben mérték először ugye 6. illetve 8. év végén a gyerekek nyelvi szintjét, és hála Istennek ezeken sikeresen túljutottunk, ezt a mércét megütöttük, úgyhogy tulajdonképpen mi örülünk ennek, és elégedettek vagyunk. Említett az előbb, hogy nagyon sok oldalról segítik meg a gyerekeknek a nyelvtanulását, és most még mindig a nyelvtanulásról vagyok kénytelen kérdezgetni, de hát ez a specialitása az iskolának, aztán van más is, arról is fogok beszélni, hogy mik a kiegészítők, de lehet, hogy pont a kiegészítők is úgy vannak mellé rendelve az oktatásnak, hogy pont a nyelvtanulás segítik elő. Ilyen volt, ez történt a hitelben látható Schwabbal is, gondolom, igen. De tulajdonképpen azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokféle lehetőséget biztosítanak, ami segítheti a gyerekeket. Mik ezek? Igen. Nyári táborokat szervezünk a gyerekeknek. Az elmúlt nyáron is volt egy angol, illetve német nyelvi táborunk. Minden évben egy nagy csoport Oberfellachba látogat, ez már egy nagyon régi hagyomány, tehát egy ausztriai kisvárosba, ahol egy hetet töltenek el a gyerekeink, ott az osztrák iskolába járnak délelőtt, délután pedig ismerkednek a környékkel. Testvériskolai kapcsolatunk is van Németországban, ott pedig nagyjából két évente tudunk létrehozni egy cserediák kapcsolatot. És hát már nem is tudom, 3 vagy 4 Comenius projektben vettünk részt az elmúlt sok év során, amelynek kapcsán angol, illetve német körben igyekeztünk társakat találni, és így
partneri kapcsolatokat kiépíteni uniós országok iskoláival? Divatos-e még a levelező társaknak a megkeresése, megtalálása? Próbálkoztunk sokszor ilyesmivel, így nem működik, viszont az működik, hogy a projektek során megismert, például a Comenius projekt, vagy a Cserediák kapcsolat idején megismert diákok tartják továbbra is a kapcsolatot, és hát ma már nem leveleket írnak, hanem csettelnek, és skype-olnak, tehát talán tehát azt gondolom, hogy ugyanaz, még élőbb igen, a kapcsolat. Még élőbb a kapcsolat. Igen. Milyen egyéb olyan tényezők vannak, amelyet szívesen megosztanám most a kedves nézőkkel, a leendő anyukákkal, apukákkal, akik majd oda fogják vinni a gyermeküket. És akkor még a nyílt napról is mindjárt fogunk beszélgetni, 16-17-én lesz a Terézvárosi két tanya. Először is azt szeretném mondjuk leszögezni rögtön az elején, senki ne ijedjen meg az elmondottak kapcsán. Tehát mind a mellett, hogy tényleg magasok a követelmények, és az elvárás is talán az átlagosnál több ebben az iskolában, de azért mi igyekszünk ezt nagyon emberi módon és nagyon családias környezetben megvalósítani. Ezt nagyon fontosnak tartanám kiemelni. Ezen kívül úgy gondoltuk, hogy a nyelvi specialitás mellett talán megpróbálunk még más területen is felmutatni valamit. Idén tehetségpont lettünk, egyelőre még az első évünkben vagyunk, és igyekszünk teljesíteni mindazokat az elvárásokat, ami után majd tovább is léphetünk itt a ranglétrán. És például olyan érdekességet is fel tudunk mutatni, hogy szorobán szakkör működik az iskolánkban. Illetve a természettudományos tárgyak oktatását szeretnénk egy kicsit erősíteni, éppen most dolgozunk azon, hogy esetleg valamilyen módon ezt egészen érdekes formában bevezessük az iskolába, de erről talán majd egy későbbi alkalommal beszélek, hogyha már egészen megfogalmazható és konkrét formában öntött dolog lesz belőle. És a természettudományos tárgyakhoz talán hozzátartozik, és ennek a kiegészítéséhez, hogy egy témahetet tartunk májusban valamikor, amelynek a témája a világűr és a csillagászat lesz. Tehát igyekszünk a nyelvi oktatáson túl egy kicsit nagyobb perspektívát teremteni a gyerekeknek. Amit még szeretnék kiemelni, ugye nagyon szoros a kapcsolatunk a Tóth Aladár zeneiskolával, nálunk oktatnak pedagógusaik, tehát minden diákunk, aki zenét szeretne tanulni, azt itt a saját iskolájában megteheti, mert ide kijönnek a zenetanárok. Ez azért is inkább fontos, ugye, hiszen itt amúgy is nagyon le vannak terhelve a gyerekek, hát nagy dolog, hogy a zenepedagógusok az iskolába mennek, és nem a gyerekeknek kell elmenni a zeneiskolába. Pontosan így van. És tényleg olyan jó az együttműködésünk, hogy nagyon sok közös programunk is van. Egyébként a tehetségpont összefügg azzal, hogy a zeneiskolával ennyire jó a kapcsolat? Igen, igen, és ezt a kapcsolatot szeretnénk is még erősíteni. Ők is tehetségpont, most igen, már mi is az lettünk, és szeretnénk ezt tovább bővíteni. Gondolom, hogy tanulmányi versenyeken és egyéb alkalmakkor is mindazok a gyerekek, akik egy kicsit jobban le vannak terhelve, uram, bocsá, mégiscsak sokkal jobban teljesítenek. Mennyire versenyzőkedvűek a gyermekek a Terézvárosi két tannyelvűben, és milyen eredményekkel? Nagyon szeretnek versenyezni. Nem csak a kötelező tanulmányi versenyeken indulnak, amiket mi azért erősen preferálunk természetesen, és nagyon örülünk, hogyha elindulnak, hanem nagyon szívesen jelentkeznek olyan versenyekre is, amelyeket éppen csak felröppentünk nekik, meg említünk, és összeállnak akár csapatban is, és rajzpályázatokon indulnak. Tehát ez a versenyszellem azért benne van a gyerekekben, a bizonyítási vágy, a bizonyítási kényszer. Ami az eredményeket illeti, hát tényleg nem is tudnám felsorolni, de ha már nyelvi specialitásról beszéltünk, azért kiemelnék két nagyon fontos eredményt. Az egyik az országos angol Jane Haining emlékversenyen egyik diákunk, 8. diákunk 3. helyezett lett idén. Egy 8. diákunk pedig a német, két tannyelvű iskolák országos német versenyén első helyezett lett. Hát akkor erre nagyon-nagyon büszkék. Nagyon büszkék vagyunk akkor rájuk, viszont igen. Azt kérem, hogyha tudja a nevüket, akkor mondja el őt, mert tényleg akkor legyünk a rájuk A harmadik büszkék. Helyezett 8. diákunk Van Allen Edwin, a
Nyolcadikos kislány pedig, aki a német versenyt megnyerte, Bóka Berta. Gratulálunk nekik ezúttal is, és remélem, hogy egyszer találkozunk majd itt velük, és az is érdekes lenne, mert ugye most hallottuk igazgatóasszonytól, hogy milyen is az iskolának a specialitása, jó lenne egyszer a gyerekek szájából is hallani, hogy ez a 8 év, ez hogy telt el, és hogyan élték meg, és hogyan jutottak erre az eredményre, hogy majd tolmácsolja a gyerekeknek, hogy várom őket szeretettel. És akkor most, miután az utolsó percekhez értünk, beszélgessünk erről a bizonyos nyílt napról, illetve nyílt napokról. Ez 2 napot jelent, jövő héten, tehát 16-án és 17-én, kedden és szerdán várjuk a kedves szülőket, 3-3 órában, 8 órától 11-ig, 3-3 órát nézhetnek meg az angolos, illetve a németes osztályokban. Ez az alsó tagozatra vonatkozik? Alsó tagozatban, igen. Tehát elsősöknek az óráját nézik meg, vagy pedig azt más évfolyamokért is? Illetve mivel ugye nálunk úgynevezett nagy felmenő rendszer van, ami azt jelenti, hogy a most 4. tanítónénik lesznek jövőre elsősök, tehát a magyar, illetve a matematika órát azt 4. osztályban fogják látni a leendő tanítóknál. Az nagyon jó egyébként, igen, hogyha leendő tanítónéniket látják. Ismerkednek. Az angol, illetve a német órákat pedig éppen abban az osztályban, ahol a tanítók alsóban tanítanak, illetve az angol tanárok vagy német tanárok. Tehát ez lehet első, második, harmadik tulajdonképpen nagyon sokféle. Kell-e előre bejelentkezni a szülőknek, hogy hova szeretnének menni és milyen órát nézni? Nem kell bejelentkezni. Megpróbáljuk megoldani, hogy mindenki beférjen. Hát néha ez egy kis fennakadást okoz, tehát a táskatartókat is időnként lepakoljuk, hogy elférjünk, de azért megoldjuk. Mi a tapasztalatuk? Mennyien szoktak menni egy-egy ilyen nyílt napra? Nagyon érdeklődőek a szülők, egyre inkább tudatosan választanak, tehát szeretnék megnézni az iskolát, szeretnének megismerkedni a leendő tanítókkal és nyelvtanárokkal, az oktatási módszereinkkel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyre inkább nyitottak, sőt most már olyat is láttunk, hogy nálunk is akár több tanítót megnéznek, tehát nem egyszerűen elhatározták, hogy angolra vagy németre mennek, hanem megnézik mind a két osztályt, mind az angol tanárokat, a német tanárokat, aztán gondolom összedugják otthon a fejüket, és eldöntik, hogy melyiket szeretnék. Hát igen, mert ugye a gyerekeiket ismerve rájönnek, hogy ez az én gyerekemnek, ez a szigorúbb tanítónia esetleg jobb lesz. Igen. A másik azt gondolja, az én gyerekemnek pont az a kedves vagy anyáskodó tanítóni válna nagyobb hasznára. Igen. Tehát ez ilyen szempontból elképzelhető, hogy a szülő a gyermek ismeretében jól fog dönteni és jól fog választani. Köszönöm szépen Martikán Beatrixnak, a Terézvárosi két tannyelvű általános iskolai intézmény vezetőjének, hogy mindezt megosztotta velünk. Várjuk tehát a kedves szülőket a nyílt napon. Én pedig most elköszönök Önöktől, köszönöm szépen, hogy velünk voltak itt az Önkormányzati Percekben, ne menjenek el, meg következik a Terézvárosi programajáró, aztán folytatjuk a házasság hetével a magazinban.